énekes produkciókkal, a helyi általános iskolások műsorával és személyes tapasztalatokkal emlékeztek az 1956-os forradalomra és szabadságharcra Siklóson. A művelődési központban megszervezett ünnepség középpontjában itt is az emlékezés és a tiszteletadás állt. Régl Gábor polgármester beszédében úgy fogalmazott, napjainkban is elgondolkodhatunk azon, vajon mi hívta életre a szabadságharcot, mit üzent, mit hagyott nekünk örökül az 56-os forradalom. Azt is ki kell mondanunk, hogy mindenki másképpen emlékezik. Fáj ezt kimondani, de másképp emlékezik az, aki felállt, az, aki fegyvert fogott, másképpen emlékezik az, akinek félnie kellett, és másképpen emlékezik természetesen az is, aki fegyverrel vagy hatalmával fenyegetett és büntetett nagyon-nagyon sok magyar embert. De mi mindnyájan tudjuk, hogy ki emlékezik jól. Mi az igaz, és azt is tudjuk, hogy mi a vérlázítóan hamis. Ezért minden egyes alkalommal, amikor csak módunk és lehetőségünk van rá, ki kell mondanunk, főként a fiatalok előtt, hogy mi történt 1956-ban és az utána következő rendkívül vészterhes időszakokban. Az ünnep alkalmából a zenés énekes műsorok mellett egy alkalomhoz illő költemény is elhangzott. Bárdos Sándor előadásában hallhatta a közönség Kosányi József 1956. október 23. című versét. Úgy jövök most ide, mint időtlen sámán, nagy szent révületben táltos ősök szárnyán, kigyulladó igék véres tüze bennem, hús halálos harcra nagy esküvést tettem. Úgy jövök ide most, mint időtlen sámán, fejem fölött turul, vér csöpög a szárnyán. Századok harcait nagy világnak mondom, zászlóm, véres kardom, újra körül hordom. Véres kard, tölt zászló. Ez a magyar sorsunk. A harkányi ünnepséghez hasonlóan, de Siklóson idén először fáklyás felvonulással tisztelegtek az 56-os forradalom és szabadságharc sorsfordító szereplői előtt.